Kedves gyülekezet, egy történetet, igaz, hogy egy kicsit hosszabb történetet szeretnék olvasni az Újszövetségi Szentírásból. Nem megyek végig a szakaszokon, de azért a lényeges igazságokat megismerhetjük. Lukács evangélium 7. fejezetéből, a 36. verstől a Simon házában lévő történetet szeretnénk a lényeges mozdulatokban átvizsgálni. Mondom az igehelyet. Tehát Lukács evangéliuma 7. fejezetének 36. versétől a következőt olvasom. Kérte pedig őt egy a farizósok közül, hogy ővel legyen. Annak akár bement a farizós házába, leült enni. S a városban egy asszony, aki bűnös volt, mikor megtudta, hogy ő a farizós házában leül enni, hozott egy alabástrom szerence drága kenetet. Megállt hátul az ő lábainál sírva, könnyével kezdte öntözni az ő lábait, fejének hajával törleni meg, és csókolgatta az ő lábait, és megkente drága kenettel. Mikor pedig ezt látta a farizeus, aki őt meghívta, mondta magában, ez, ha próféta volna, tudná ki és miféle asszony az, aki őt illeti, hogy bűnös. Felelt Jézus és mondani ki, Simon, van valami mondani valóm neked? És az mondta, Mester, mondjad! Egy hitelezőnek két adósa van. Az egyik adós 500 pénzzel, a másik 50-nel. Mikor nem volt nékik mikből megadni, mind a kettőnek elengedte. E kettő közül azért mondd meg, melyik szeretőt jobban. Felelt pedig Simon is mondta, azt gondolom, hogy az, akinek többet engedett el. És Jézus mondani ki, igazán ítéltél. És az asszonyhoz fordulva mondta Simonnak, látod-e ez asszonyt? Bejöttem a te házadba, az én lábaimnak vizet nem adtál. Ez pedig könnyével öntözte az én lábaimat, és fejének hajával törlé meg. Engem meg nem csókoltál, ez pedig az időtől fogva, hogy bejöttem, nem szűnt meg az én lábaimat csókolgatni. Olaja az én fejemet meg nem kented, ez pedig drága kenettel kente meg az én lábaimat. Minek okáért mondom néked, néki sok bűne bocsátatott meg, mert igen szeretett. Akinek pedig kevés bocsájtat, én meg kevésbé szeret. És mondd annak, megbocsájtattak néked a te bűneid. És akik együtt ültek vele az asztalnál, kezdék magukban mondani, ki ez, hogy a bűnöket is megbocsátja. Mondta pedig az asszonynak, a te hited megtartott téged, eredj el békességgel. Mindjárt az első kérdésem az, hogy mit gondoltok, lehet ez egy helyes urvacsorai esemény is? Jelképezheti? Nyilván nem akarok annyira részletesen kérni, nézzetek, mert van lábmosás, méghozzá milyen, látjuk. Érdemes megfogalmaznunk, nem tudom, hogy mennyire gondolkodtatom már afelől, kérdezem a gyülekezetet tőletek, hogy vajon mikor volt ez az esemény? Segítsetek! Nem mertek megszólalni, nyugodtan szólj. Közel a keresztény. Közel. Mennyivel közel? Tessék? Néhány nap. Elmondom, az utolsó szombat este. Képzeljétek el, Bibliából tudjuk. Tehát az utolsó szombat este volt, azt mondja a Szentírás, hogy a farizeus valóban nem messze volt ez a település Jeruzsálemtől, és oda meghívta ez a Simon Jézust. Ha belegondoltak, farizeus volt, az, hogy egy farizeus közvetlen a Golgotai esemény előtt, amikor az egész város ebben éget, értitek, hogy Jézust foglalkoztak azzal, és kiszűrődött azzal, és tudták, hogy most Jézust meg kell ölni, nagyon nagy dolog volt, hogy ez a Simon farizeus létére, ugye ez a úgynevezett egy nagyon erős szekta volt, tehát egy rész a zsidóságon belül, hogy Jézust ünnepelyesen meghívta.
És hogyha megnézzük és felsorakoztatjuk, hogy kik voltak jelen itt ezen a helyen, ugye ott volt, mint látjuk, Jézus és tanítványai, ott volt Lázár, akit korábban föltámasztott, ott van, ott volt Mária és Márta, tehát a testvérek. Azt olvashatjuk a Szentírásból, hogy egy különleges esemény volt, és nyilván a farizósok közül, azaz a Jeruzsálemben is meghívott néhányat, és azt olvashatjuk az írásból, hogy Jézus nagyon jól tudta ennek az embernek a lelki világát, ismerte, azt is tudta, hogy valóban milyen érzései vannak, de nézzük meg, hogy mindezen nyomorúsági, gyengeség és bűnök ellenére, mármint a Simonnál volt, hogy elfogadta a meghívást erre a vacsorára. Hadd tekintsünk egy másik szemére is, itt az, aki jött, emlékezzünk rá, és aki megmosta Jézus lábát, tulajdonképpen könnyével öntözte. Tessék mondani, ő is jött az vacsorára? Jött? Figyelj csak, én azt szeretném bemutatni előttetek testvérem, Jóisten kegyelméből, hogy gyakorlatban nyilván nem akarjuk felsorakoztatni tanítványokat is, valóban különleges történet és tanulságokat vehetnénk le belőle, de ha most azt nézzük, hogy van az egyik Simon, meg másik ez az asszony, azt mondhatjuk, hogy az úrvacsorán két csoport van. Így mondja Jézus Krisztus ebben a tanításában, hogy két adósa van. Emlékeztek rá. Az egyik ennyivel, a másik annyival. Igaz? És hadd legyen örömüzenet már most, még mielőtt ide érnénk ehhez a tanítási szakaszhoz, hogy mind a kettőnek elengedte. Csak röviden szeretnék olvasni Ellen White-tól a Jézus élete című könyvből egy néhány mozzanatot csak, hogy szól ezzel kapcsolatban. A régi kiadású könyvből szeretném olvasni a 364. oldalról. A betániai Simont is Jézus tanítványának tartották. Farizeus volt, aki nyíltan vallotta Krisztust, csatlakozott követőjéhez. Kívánta, bárcsak Jézus lenne a megjövendőlt messiás, mert tanait elfogadta. De még nem fogadta el üdvözítőjének. Lénye még nem alakult át, életmódja, gondolkodása régi maradt. Most figyeljünk egy kis háttérből is. Jézus súlyos bélpoklosságból gyógyította ki Simont, és ez vonzotta őt hozzá. Hálából Jézus utolsó betániai látogatás alkalmával ünnepélyt rendezett az üdvözítés tanítványi tiszteletére, és erre több barátját meg is hívta. Kérdezzük csak meg, valóban nagy dolog, hogy valaki bélpoklos volt? Kérdezze benneteket. Nyilván van a bélpoklosságnak több-több ugye, formája is volt Jézus idejében, de a bélpoklosságnak, tehát egész pontosan fogalmazunk meg, ez lepra. Jelezze valaki, vagy jelezzétek azt, hallottatok már lepráról? Hallottatok már? Hála Istennek, hogy Magyarországon nincs lepra terep, de hallottatok róla, hogy Romániában van? Képzeljétek el? És nyilván Afrikának több területén, arról szól egész pontosan, adventista lepra gyógyító telep is van, ahol emberek, egészséges emberek gondozzák ezeket az embereket, ami valóban vannak fertőző terület is. És azt mondja a Bibliánk, hogy valóban hálás volt az Úr Jézus iránt, mert őt ebből a betegségből gyógyította meg. Jézus tanítványának vallotta magát, vágyakozott arra, hogy Jézus közelében legyen. Szép dolog. Nagyon szép. És azt olvashatjuk az írásból, visszatérünk erre a szakaszra, hogy meghívta, hogy vele együtt egyen, és Jézus bement a házába, hogy vele együtt egyen.
Az előbb említettem ezt a két csoportot. Kész a mindadisten bármelyikünkkel közösséggel lépni? Van fárdozás a Jézus részéről? Már előre kérdezem tőletek, hogy fárdozott Jézus azon és azért, hogy Simont is megvédse teljes szívéből? Kérdez benned, igen? Azt olvashatjuk az írásból, igen, nem, de volt a városban egy asszony, aki bűnös volt. Amikor meghallotta, hogy ő a farizeus házában leül enni, akkor hozott egy alabástrom szelence drága kenetet. Minden bizonyan hallottatok róla, tudjátok, hogy ez az asszony, Mária, hogy került oda. Kiderül, hogy Márta az valóban ügyködött és ténykedett Simonnál ennél a háznál. Valóban ilyenfajta ismeretségben voltak, közel voltak, és ők is résztvevői voltak. Nyilván látjuk, hogy Jézust meghívta a tanítványaival együtt, másokat is meghívta, és azt látjuk, hogy ez az asszony különleges dolog, hogy jönni akart Jézussal találkozni. Ajánlom figyelmetekbe ezeket a szavakat. Hogy közelítette meg Jézust? Tessék. A Bibliánk azt mondja, hogy hátulról. Miért? Tudjátok mit? A Szentírás följelzez egy tanítást, hogy két imádkozó megy be a templomba, emlékeztek rá, az egyik farizeus. Mit csinál a farizeus? Ismeritek? Bemegy a templomba, oda megy előre, mellét verve, és azt mondja, hogy én ennyit szerbőjtölök, emlékeztek rá, én ezt csináltam, meg azt csináltam, meg ennyit imádkozom, meg ilyen. És így mondja szó szerint, nem vagyok olyan, mint a vámszedő, emlékeztek? A Bibliánk azt mondja, hogy a vámszedő pedig bemegy, szintén találkoznak a Jézus Krisztussal, azaz megy az Istentől bűnbocsánatot kérni, megállt hátul, és a mellét verve, és azt mondja, Isten, légy irgalmas nékem bűnösnek. Megigazulva ment el onnan? És a másik? Bátran vállalom. Isten ége azt mondja, még bűnösebben. Két lehetőség van? Gondoljátok meg. Nem az az Isten ennyire kisarkosítja a dolgokat, vagy valaki teljes bűnbocsánatot nyer a szövetség elfogadása, megerősítése által, vagy pedig még bűnösebben. Azt olvasja az írásból, megállt hátul, könnyűvel kezdte öntözni, és csodálatos dolog, hozott egy alabástrom szelence drága kenetet, hozott egy szép értékes cseripedényt, tele jó illattal. Rátok kérdezek, szeretett testvérem, mi lehet ez, hogyha ezt a jelképet vizsgáljuk? Mi lehet ez vajon? Segítsetek. Ha jó lenne, hogyha valaki megszólalna. Mi lehet ez az a cseripedény, amit mi hozhatunk? Tessék. Idézzem? Adjad, fiam, a te szívedet nékem. Igaz? Képzétek el? És azt mondja az írás, hogy amikor odament, valóban a bűnbánat könnyei, de benne volt a hálaadás könnyei, hogy az Isten könnyűrűt rajta és megbocsájtott neki, mert valóban hét ördögből szabadította meg, azaz hétszer küzdött Jézus azért, hogy megszabaduljon abból az állapotból. Azt olvashatjuk, jön Jézushoz, hozta a drága kenetet, valóban szinte minden pénzt, minden belefektetett, hogy kifejezze Krisztus iránti hálát. És most még egy csodálatos dolog van. Valóban, hogy vették észre a tanítványok, hiszen hátulról jött, és Jézus csókolgatta, meg látjátok, hogy könnyével öntözte, és hajával törölte. Kérdezem, honnan vették észre az emberek, benne Simon is, hogy valaki ott van még az ünneplő társaságban, különleges magatartásra. Honnan? Illatról. Tessék, mondja hangosan. Illatról. Igazad van. Értitek miért? Ha visszük a mindenható Istenhez szívünket, értitek? És az Isten szeretete uralja azt, hatása van? Nem akarom részletezni, hogy nem sokára Jóisten kényelméből lesz a tavasz, és nem tudom, hogy itt Siófokon és környéken vannak-e akácvirágok. Vannak? Ki tudod rekeszteni az illatot? Elterjed?
Jézus azt mondja, látják a cselekedeteket, és dicsőítik a mennyi atyátokat. Gondolj, ott van, valóban legdrágábbat eltöri, ugye, úgy, hogy ne csináljon nagy felhajtást, és egyszer csak fölfedezik, hogy igenis olyan illat van a lakásban, a helyiségben, mindenképpen, és egyszer csak észreveszik. Van kérdésem. Jézus elfogadta ezt a fajta magatartást az asszony részéről? Elfogadta? Pedig ha belegondoltad, nem akarok nagyon részletekbe menni, gondolját meg, nagyon bizalmaskodásnak tűnik, nem? Felszínesen, igaz? Gondolját meg, jön valaki és egy nő, és jön a lába egy csókolgatni, ugye? Aztán könnyével öntözni, aztán a fejének hajával törölni, nagyon bizalmaskodás? Ugye? Nem, mint hogyha azt mondjuk, hogy ezt kellene gyakorolnunk, látjátok a lábmosás vonatkozásában is egy gyülekezetben, de azt látjuk, hogy Jézus elfogadja, mert tudja, hogy mi háttere van, és most jön a másik rész, gondoljátok meg, azt mondjuk, hogy az egyik úrvacsorázó, lásd itt, most elnézést, most ebben a történetre gondolok, és van egy másik úrvacsorázó, aki meghívta Jézust, mert együtt akart vacsorázni, azt olvassadjuk az írásból, hogy egyszer csak megszólal magában, nem mondja nyíltan, megszólal magában, hogy lehet az, én úgy gondoltam, hogy ez messiás, úgy gondoltam, hogy ez mindent tud és mindent lát, ha tudná, mit tudna, segítsél, mit tudna, hogy az az asszony, aki jött hozzá, bűnös. Hadd kérdezzek rátok, testvéreim, valóban ez az asszony bűnös volt? Bátran válaszoljuk, igen. Csak kérdezze benneteket, valóban az Úr Jézus Krisztus korábban az Isten hatalom már megszabadította a hét ördögből? Ment alkalmas időben bűnbocsánatért és kegyelemért? Igen. Jött Jézushoz mégis. Uram, hogyha azóta, mióta utoljára találkoztunk, megbántottalak, vagy bárkit is megbántottam, bocsáss meg, és könyörülj rajtam. Rátok kérdezzek, szeretett testvéreim, ifjabbak is, kérdezzek benneteket, hogy honnan tudta ez az ember, Simon, honnan tudta erről az asszonya, hogy bűnös? Na testvérek, honnan tudta? Jól tudta. Honnan tudta? Segítsél. Bizonyám, hadd mondjuk, hogy igenis visszaélt a bizalommal, és rászett az erkölcstelenségre. Tudta, hogy bűnös. Hogy mer ide jönni? Ha tudná. Hadd kérdezzek benneteket. Egyszer másszor, amikor egymásra nézünk, vagy másokra nézünk, vagy a távolban lévőkre nézünk, megvan a véleményünk, ismerjük? Ha tudná, Uram. Ezek jönnek hozzá, ezek akarnak úrvacsorát venni, ezek kéne bűnbocsánatot és kegyelmet, aki bűnös. Hát tudjuk, nem? Hát tudjuk, nagyon jól tudjuk. Ismerős? Van hajlomunk erre, mondjátok meg. Nézzétek meg az Isten Jézus Krisztusnak azt a tapintatos viselkedését, hogy tudná magában, és ezzel foglalkozik. Egyszer csak megszólal Jézus, és azt mondja, hogy Simon, van valami mondani való néked. Mit gondoltak, vajon Simon, gondolkodtatok már a felől, vajon mit várt? Miklóskám, segítsél, mit várt vajon, mit gondolsz? Valószínűleg nem ezt a kérdést. Hát kérdés, de vagy mit várt? Megkérdezze, tessék. Hogy mondjad, így mondja szó szerint, lelkesedve, Uram, mondjad. Igen, szeretném mondani, ünnepesen, szeretettel köszöntelek benneteket, örülök, hogy Jeruzsálemmel is jöttetek, valóban szeretettel köszöntöm a halálból föltámasztott Lázárt, értitek? Valóban örömteljes ez a vendéglátás, milyen nagyszerű dolog, igaz? Valami dicséretet várt. Erre föl mit csinált Jézus? Hadd mondjam nektek, segíteni akart, és segített is ezen az emberen. Egyszerűen elmondta, tudjátok, a mai tanulmányunknak ez a lényege itt, amivel foglalkozunk. Jézus elmondja, hogy van egy embernek, akinek két adósa van. Igaz? Egyik ennyivel, a másik annyival. Mind a kettőnek elengedte, nyilván olyan mértékig engedi el, amennyiben kér az elengedést, így mondja, értitek?
megkérdezte most már Jézus, nézzétek, mert nem arra van szó, hogy leleplezi, Jézus elmondhatta volna tételesen, hiszen a Szentlélek tudja, ismeri a szíveinket, és tudja, hogy milyen bűnök vannak, vagy milyen rendezetlen dolgok vannak, fel tudta volna sorolni? Nézzétek meg, hogy segítsen és könnyűjön rajta, nem arra van szó, hogy Jócskán fejére most a figyelj ide. Tudod mit? Itt vagyok. Még eddig még csak hála volt a szívedben valamennyire, mert örültél, és hadd mondjuk neked, hogy Pilátó, hogy helyesebben Kajafás, meg Annás ellenére, hisz meg a farizósok nagy, büszkő vezetősége tudta ellenére is, engem vállaltál itt a kereszt közelében, hát valóban egy nagy dolog, amit csináltál. Jézus anélkül, hogy szemrehányást tett volna, nézzetek meg, azt mondja az Úr igéje, mondok neked egy példát, és te adj választ. Ki szeret jobban? Tessék. Mit mondott? Akinek sok bocsánat. Akinek többet engedettek. Igaz? Van kérésem, szeretett testvérem, nyilván azért, hogy számoljunk egy kicsikét. Tessék mondani, Jézus azt mondta, hogy akinek többet engedett el, az szeret jobban. Kérdezze benneteket, nem nagyon szoktam beszéltetni a gyülekezetet, de jó lenne, hogyha valóban megnyilatkoznánk. Vajon mit gondoltok, hogy kinek engedett el idáig többet Jézus Krisztus? Most ebben a helyzetben. Mondjuk ki nyíltan, kérdezzük meg, melyik tartozott 500-zal, és melyik 50-nel? Mondjuk így, melyik volt vétkesebb, így, tessék, melyik volt nagyobb adóssága? Kérdezem, jó, akkor legyetek szívesek, akkor nevet kérek, hogy melyik volt az, amelyik 500 pénzzel volt adós? Simon. Tessék? Simon, nagyon jó. És ki volt, aki 50 pénzzel? Mária. De kinek engedett el többet? Nem. Hadd olvassak nektek, testvéreim, ide vonatkozóan. Képzétek el, tűnik az a helyzet, visszakérdezek. Miért kért bűnbocsánatot és kegyelmet idáig? Simon? Belátott valamit? Vagy még tetézte az ő bűnének adósságát azzal is, hogy azt mondta lelkében, hogyha tudná is, egyenesen Jézus is kérdőre mondta, ha tudná is, ez valóban ez a messiás, és ez az, aki a szabadító, ha tudná, hogy ez bűnös, akkor most nem fogadná el. Értitek a dolgot? Hadd olvassak Ellen White-tól ide vonatkozóan egy-két mozzanatot csak, testvérén. Simon csábította bűnre ezt az asszonyt, akit most megvetett. Nagy igazságtalanságot követett el ellene. Jézus pillázatában a két adós Simont és az asszonyt szemléltette. Az üdvözítő nem azt akarta, hogy mérlegeljék kettőjük különböző mértékű kötelezettségét, mert a mindkettőjük hálatartozása felmérhetetlenül nagyobb volt, úgyhogy leróni sohasem tudták volna, igaz? Testvérem, ez vonatkozik ránk? Bármivel tudnánk leróni? Vagy kegyelemből tartottam itt által? Nem tőletek van Isten ajándék, azt folytatom tovább. Simon jobbnak és igazabbnak tartotta magát Máriánál. Jézus azt akarta, hogy Simon felismerje tartozásának, bűnének nagyságát. Azt hajtotta, hogy felismerje, hogy bűne annyival nagyobb, amennyivel az 500 pengős tartozás több az 50-nél. E vonatkozásban igazad van, csak most van a kérdésem. Itt van, hogy kinek mennyit engedett el idáig? Helyesen mondtad az előbb, hogy Simoné volt az 500, igaz? Melyit engedett el Simonnak? Megmondjam? A Szentlélek bizonyossága szerint semmit. És mennyit engedett el Máriának? Majd beszéljük meg később. Mennyit? Az 50-et. Mindet elengedte? Értitek a dolgot, testvérek? Hadd lássunk meg, mint nem csak arról szól a történet, hogy valóban úgymond lendrendezte a korábbi erkölcsi rendséget, hanem még tetézte, és ezért volt 500 pénzzel adós, gondoljátok meg, hogy még másokat bírálgatott, meg kritizált, így van? És azt mondogatta a szíveiben, ha tudná Jézus, hogy ez bűnös, emlékezzünk rá?
Azt mondja az Úr igéje, hogy ha megszűnsz újjal mutogatni és hamisságot beszélni, és még a szívedben sem gondolj gonoszt a te felebarátod ellen, mondja az írás. Igaz? Mondjátok meg. Tessen valamelyünkre vonatkozni, igaz? És erre föl Jézus megkérdezi Simont, mond Simon, és itt a nagy dolog, látjátok. Azt mondja az Úr igéje, idézzük, az asszonyhoz fordul, de Simonnak mondja, láttad, én bejöttem a házadba, mondjátok meg, és vizet nem adtál. Azaz nem volt szolgai lelkülete, igaz? Nem adtál. Ez pedig nem szűnt meg csókolgatni az egy lábaimat és könnyeimmel öntözni, igaz? Bejöttem a házadba, és nem csókoltál meg. Tessék mondani a csók, minek a jelképe, milyennek a jelentősége? Szeretet? Igazi szeretet? Hálából való szeretet? És mondjuk nyíltan, testvérem, azt mondja az írás, hogy nem csókoltál meg engem, hogy szeretetet kifejezzed. Hadd kérdezzek rátok, testvéreim, hogy akinek az Isten bűnt engedett el, és sok bűnt engedett el, hálás a szíve? De fogalmazzunk meg, testvérem, nem csupán az Isten felé hálás, tehát nem csupán a jó Isten szeretjük, hanem az a szeretet kiterjed, nem csupán a hittestvéreink, hanem az ellenség felé is kiterjed, nem? Ez a magas rendű szeretet. Majd azt mondja, olajjal meg nem kented, nézd meg, ő pedig mit. És nyugodtan tudjuk, hogy még az én temetésemre tartok, ott emlékeztek rá. És azt olvashattuk az írásból, idézzük még egyszer, nézzétek meg. Azt mondja az Úr igéje, idézzük, néki sok bűne bocsájtatott, mert igen szeretett, akinek kevés bocsájtat, én meg kevésbé szeret. Ez a megfogalma, ez az ige, úgy mondjuk látszat szerint, ha nem mélyedünk el, akkor azt gondolnánk, értitek igazán, hogy valóban, hogy is van ez, igazad van helyesen, erősítsük meg, hogy az 500 pénzzel sima volt adós, igaz? Már 50 pénzzel, de kérdezzük csak kinek bocsájtatott meg több. Mondjuk nyíltan, és ebből induljunk ki, ki szeretett jobban? Most Mária? Igen, erről szól. Értitek? Most jön egy további kérdés, testvéreim. Mit gondoltok? Nyilván ellenvágytól olvassátok el a Jézus Élete című könyvben ezután. Mit gondoltok, hogy ez az isteni magatartás mire juttatta Simont? Belátása? Megalázta magát? Bocsánatot kért Istentől? Megbocsájtattak? Honnan tudjuk szeretett testvérim, mondjuk azt mondjuk, Ellen White nem ír a semmit sem. Benne van az igében előre már szinte az az előzékenység, az a nagy lelkűség Jézus részéről így mondja, hogy mind a kettőnek elengedte? Pedig nem engedte, nem? Csak erre mondta, elengedte? Mit szólsz hozzá? Csodálatos dolog. És azt mondja a Szentírás, nézzétek meg, hogy már is itt a hatalmas dolog, látjátok, az úrvacsorának a jelentősége, a szövetség megerősítésének a jelentősége, hogy Isten bűnbocsájtó kegyelméhez mehetünk, úgyis, hogyha netlán Simonként veszünk részt az Istennel való szövetség megerősítésében, úgyis, hogyha Máriaként így igazán, és azt olvasja az írásból, idéztük az írást, hogy mondd annak, mármint a Máriának, hogy megbocsájtattatta a bűneit. Mondjuk, hogy nyíltan testvérem, óriási dolog, hogyha mi őszintén és igazán keressük az Urat, megbocsájtattak bűneink, Krisztus magára vállal vétkénket, hamisságainkat, magára vállal bennünket, nyomorúságunk ellenére, testvérem, hadd erősödjön meg bennünk az Istennek az ígérete. Gondoljátok meg. És azt mondja, nem majd meg fogom bocsájtani, hanem megbocsájtattak. És az én igaz életemet, a győzelmes, tiszta igaz életemet ingyen, kegyelmből, hitáltal neked tulajdonítom, és a szívedet megváltoztatom, hogy ezután új életben jár. Csodálatos dolog. És még mindig nem fejeződik be, azt olvashatjuk az írásból, hogy azt mondja Jézus Krisztus ennek az asszonynak, idézzük, a te hited megtartott téged, eredj el békességgel. Tudom, tudjátok, testvérem, mi a hit? Segítsetek! Miklós, segítsz? Mi a hit?
Tudom, tudjátok. Bizalom. De tudjátok, mire jöttem rá az utóbbi időben? Egyre inkább. Mi általában azt mondjuk, hogy ugyanaz, hogy mint a mi lennénk a hitnek a kezdeményezője. Kérdezem benneteket, különleges dolog az Isten igéje szerint, hogy Jézus bízik bennünk jobban, mint ahogy mi benne? Igen? Ő keres meg bennünket érdemtelenségünk ellenére? Vonz magához? Azért vállalta Simon házában való vacsorát, hogy ne csupán Máriért meg a többiekért, hanem Simonért is tegyen, és hogy Simon is hozzátérjen? Gondoljátok meg. Igen. Azt mondja, te hited, amit az Isten szeretetét befogadod, a te hited megtartott téged, és honnan tudjuk, tudhatjuk-e azt, hogy megbocsájtott nekünk az Isten? Idézem. Jézus azt mondja, az én békességemet adom néktek, nem úgy adom néktek, mint a világ adja, ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen. Azt mondja az Úr igéje, eredjél békességgel. Kedves gyülekezet, szívből kívánom, hogy amikor mindazt Isten bátorít bennünket, és azt mondja, gyere hozzám. Ő egyszer másszor úgy mondjuk nagy fájdalmat hordozott, amikor tanítványok ott voltak, tudjátok, utolsó vacsorán szószént kell vegyétek. A Getsemané kert órái előtt egy néhány órával ott volt a tanítványokkal. Jézusnak fájt a szíve, hogy az ő tanítványai között azzal foglalkoztak lelkükben is, meg hangosan is, hogy ki a nagyobb. Így volt? Így volt? Tudjátok, mit mondok? Csodálkozom Jézuson, sokszor csodálkozom. Nem azért, hogy másokkal mit csinál, hanem azon is csodálkozom, hogy Jézus miért áll velem is szóba. Értitek? Jézus ott volt, megmosta a tanítványok lábát. Hadd utaljak arra, szeretett testvérem, tudom, tudjátok, tessék mondani, kinek mosta meg először a lábát? Tudom, tudjátok. Ti megmosnátok Júdás lábát? Én megmosnám? Ha nagyon meggondolná. Igaz? Nem azért, mert a bűnnel azonosult, hanem azért, hogy hadd könnyű, hadd segítsen, emlékezzünk rá. Még a jegyeket is odaadta, olvashatjuk az írásból, és még mindig kérlelte, hogy mert szerette volna megszabadítani. Mert azt mondja az írás, nem azért ad az embernek fia, értitek, hogy neki szolgálnak, hanem azért jött, hogy megkeresse és megtartsa, ami elveszett. Zárójelként, vagy záró üzenetként, hadd kérdezzük meg, testvéreim, itt vagyunk mi, jöttünk, hogy Urunk, szeretnénk megerősíteni veled a szövetséget, elfogadjuk azt, amit te kínálsz. Urunk Istenünk, nem akarjuk mérlegelni most igazán magunkat, de másokat is, hogy most mi Simon félék vagyunk, értek, hogy Mária félék vagyunk. Urunk Istenünk, jövünk hozzád. Add nekünk a bűnbánat könnyeit. Add nekünk a háladás könnyeit egyúttal. Mi a szívünket hozzuk hozzád, és nem azért, mert tiszták, hanem azért, hogy tiszta szívet teremts bennünk, ó Isten. Úrunk Istenünk, szeretnénk irántad és egymás iránti hálánkat és szeretetünket kifejezni. És segíts nekünk, hogy tudjunk téged csókolgatni, és tudjuk egymást is csókolgatni őszintén szívből, mert amit most élünk át ezekben a napokban, nem sokára az örökkéjóságban, amikor Jézusunk eljössz értünk, akkor nem csak veled együtt leszünk, hanem a siófoki testvéremmel is együtt leszünk, igen? Bevonulunk a kapukon a városba. Segítsen nekünk a mindent Isten, hogy ez valóban a békességnek, a szeretetnek, a meggyógyulásnak és a megtisztulásnak alkalma legyen, és segítse az ő népét is ebben az országban, hogy őszintén Krisztus és igazán egymást is keressük és megerősítsük a vele való szövetséget. Adja meg Isten nékünk az ő kegyelméből. Amen.